Magyarország kormánya gratulál a győrieknek a fantasztikus sikereikhez. Erős üzeneteket fogalmazott meg a pénteki fürdőavatón az építési és közlekedési miniszter. Lázár János elismerően beszélt a szorgalmas győriek munkájáról, aminek köszönhetően a város Magyarország legerősebb és legjobban fejlődő gazdasági központjává vált. Azt is fontosnak tartom, hogy megköszönjem az együttműködést a miniszterelnök úr megbízásából Magyarország kormánya nevében, hiszen egy olyan város köszöntésére gyűltünk ma össze, egy olyan beruházás átadásának helyszíne Győr, amely város mintegy 10 milliárd forinttal járul hozzá a szolidaritási adó keretében Magyarország költségvetéséhez, tehát 10-et vittünk, és 21 néhányat hoztunk. Még ez így sem olyan rossz üzlet. Tehát Isten éltesse minden győri polgártársamat, és azt gondolom, hogy a győriek az elvégzett munkáért, kitartásért, szorgalomért és a sok-sok áldozatért egy nagy tapsot megérdemelnek mindannyiunk részéről. Isten értesse Győr város minden polgárát! Lázár János külön köszöntötte a polgármestert, akinek, ahogy fogalmazott, a Fidesz és a kormányzat is nagyon hálás, mert jó polgármestere lett Győrnek. Dr. Dézsi Csaba András pedig a jövőben is számíthat a kormányra, és a kormány is számít rá. Külön szeretném köszönteni Dézsi Csaba polgármester urat, Győr megyejogóváros tudós polgármesterét, már csak azért is, mert a mi politikai közösségünk és Magyarország kormánya hálás azért a professzor úrnak, hogy nehéz helyzetben nem hagyott bennünket cserben, vállalta a megmérettetést, és úgy tűnik, hogy jó polgármestere lett Győr városának. Dézsi Csaba számíthat a kormányra, és a kormány is számít polgármester úrra. Isten éltesse még nagyon sokáig. A miniszter arról is beszélt, a Modern Városok program lezárása nem azt jelenti, hogy a felek befejezik az együttműködést, sőt már dolgoznak azon, hogyan tud majd továbbra is közösen dolgozni a dr. Dézsi Csaba András vezette Győr és a Lázár János által irányított minisztérium. Szeretném elmondani, hogy a polgármester úrral dolgozunk azon, hogy az önkormányzati választásokat követően, amikor ő újra polgármester, és én még miniszter vagyok, akkor össze tudjuk tenni mindazt, amit a tárcám munkája és a város együttműködése jelenthet. Ez abban mérhető, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium készen áll arra, hogy Győr megyejogó városának szövetséget ajánljon, és a következő években a város fejlesztéséhez a Modern Városok program lezárása után hozzájáruljon. Az új győri vízi élménypark és gyógyfürdő remekül debütált, mindjárt az első hétvégén rengetegen próbálták ki a létesítményt.